Sondern ez lehetett a váróterem. Közérdekű közlemények ödelik ide a falra fölírva. Egy lábatlan baba, meg kezetlen is, ahogy látom. Ja, ez pedig ott van egy melléképület, az annak hossza. És itt volt a pénztár valószínűleg. Bizony. Ez itt csókolom Budapest keleti, kérnék egy fél áru jegyet. Hát nem adnak. Azt a kurva. Jó, hát nem tudom, hogy itt fel tudok-e menni. Szerintem is nálam lámpa, de mindjárt megnézem. Most már mehetünk, igen, van nálam egy lámpa. Azért óvatosabb leszünk. Pince. Mit fogtok ebből látni? Szerintem nagyon én sem fogok bemenni, csak benézek. Mégis nincs itt semmi érdekes. Megyek jobban beljebb. Azért ez már pada. Mi van, ha lakik bent valaki? Nem akarom zavarni. Úgyhogy mindegy, csak ide beestünk. Hát ez... Ez volt a haló be van szállva. A villanykapcsolót már ellopták, de szerintem amúgy sincs már itt áram. Ez maga, ha most leszakad a lépcső, akkor innen csak a tűzoltót tudnak leszedni. Emeleten pottyantós reki, azért ez a nem mindegy, ilyen figyelitek. Valakinek meg a fejére szólnak. Na, ott egy biztosítéktábla, az addig rendben van. És energiatakarékos izzó. De nincs áram. Azért általában ilyen kihalt helyen az elektromos dolgokkal óvatosan kell bánni, mert ki tudja, hogy mennyire van karban tartanak, hogy olyan meg benyúlsz egy lelapot kapcsoló helyébe és áram van a vezetékbe, akkor az neked nem jó. Itt nincs semmi. Ez a konnektor. De szerintem ide sem fogom bedugni a telefonomat tölteni. Ezek a hagyományos régajtók, és akkor igen, itt vagyunk a vágányok felől egyébként. Na, viszont van egy csillár. Ez még valószínűleg jó. Na, csak közben meg betelt a memóriakártya, aztán nem tudom, hogy hol hagyta abba, de egy esetre akkor ezt most megint elmondom újra, hogy és itt is van egy csillár. Ezért csak az egész jó is. És egy földelés nélküli konnektor. Meg néhány ágyazat különös helyemből. Igen, ez egy hagyományos konnektor, aminek nincs földelése. Ha. Ez ilyesmi már manapság már nem nagyon van, itt is. És látjátok, erről beszéltem az előbb, hogy nem figyel az ember, aki kicsit oda, azért kell itt óvatosnak lenni. Fel akarod kapcsolni a villanyt, oda belenyúlsz, és három van benne, akkor megrázó élménybe lehet részed, mert itt van a másik csillag, ezt mutattam még. Az ország egy szolgálati lakás volt, tehát itt van két szoba. És akkor itt volt, itt mi volt megint? Ja, ez spájz volt, stelázsi. Vagyis ez, igen. És itt volt még egy szoba, meg még egy spájz. Tehát szerintem ezek itt szolgálati lakások voltak. Igen, ott meg valószínűleg vaskályfa volt, az volt a fűtés.
vagyok én olyan bátor, hogy ezen fölmenjek. Ott viszont ki tudunk esni. Ez a padlás. Egy színes most, most ne szakadj le. Na, itt viszont óvatosan, mert itt aztán bármi lehet. Élő lények is. De csak benézünk ide. És itt van ide a főút. Na jó, menjünk el. Amúgy is még a végén lekésem a buszt, ezt majd akkor nem fog menni. Hát az idején nem megyek be a padlásra, ki tudja, mi van ott, akkor mennyire masszív a tető. Vigyázni kell, főleg, hogyha ez mint ott látható volt, ott fény van, tehát valószínűleg a cselepek közül is hiányzik egy-kettő, aztán ugye beesik az eső, gyengíti a födémet, bármikor leszakadhat. Úgyhogy... most ide feljöttem, ezt megmutattam, ez valószínűleg felak vagy önálló videóban, nem a fő videóban lesz benne a vonalbejáróska, és hát akkor ennyi. Megmutatom még az épületet kívülről, aztán lassan megyünk a buszhoz.